Sok szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, vendégeinket egy utáni órában. Isten tiszteletünk kezdéséhez énekeljük együtt énekeskönyvünk 461-es számú énekét. 461.
Tisztelt gyülekezet! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a délutánon. Kívánom mindenki számára Jóistennek az áldását, az ő jelenlétét. Érezzük át mindannyian az, hogy itt van velünk, és lassan bezárul ez a nap, amikor megint együtt tölthetünk egy kis időt az ő lábainál. Kezdője nekünk, azt mondta, nyájasan szól még, hogy megváltunk szava. Téged is, engem is hív, várj, hogy a szívünket megnyissuk, jöjjünk haza. Nem tudom, hogy milyen gondolatokkal távoztunk, ami a délelőtti Isten tiszteletet illeti. Ez volt az alapigénk, ugyebár ezzel indítottunk, féljétek az Istent, nékedjetek dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtett a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Lehet azt mondjátok, hogy kicsit másképp kezdem ezt az ige hirdetést, mint esetleg a többit. Valóban így van, mert valami nyomja a lelkemet is. És nem tudom, hogy mostan tartsak egy ige hirdetést, amit el van készítve nekem, vagy mint hogyha valami más motoszkálna bennem, valami más dolog. Kicsit megmondom őszintén, hogy mint hogyha várnék egy olyan kis családiasabb elbeszélgetésre, ami a közösséget illeti, ami az egész művet illeti, amit fel is volt sorolva, amiről beszámoltunk. És kicsit olyan furcsa helyzetben érzem magam olyan szempontból, hogy mind úgy érzem, hogy az utóbbi időben olyan ige hirdetéseket tartottam, vagy olyanokra indított a Jóisten, ami mint hogyha ugyanazt mondanám mindig, vagy mint hogyha mindig esetleg, hát lényegében a misszióra való buzdítás, és mint hogyha ezzel, mint hogy korbácsolnám a gyülekezetet, nem tudom, nekem valami ilyesmi érzésem van, és valahogy nem tudom, hogy mi van bennetek, hogy úgy tűnik, mintha, mert egyszer azt mondjátok, hogy most már elég volt, már nem lehetne valami más dologgal is foglalkozni. És ezért nehéz, de valahogy nem tudok más mondani. Tehát valahogy mindig ilyen gondolatok, ilyen témák jönnek fel a gondolataimba. És megmondom őszintén, van sok ige hirdetésem, amit nagyon, hát ugyebár 13 év alatt az embernek felgyűl, amit a régi kerületben megtartott, és mind tettem félre, hát nem, ez nem aktuális, és akkor hát, hogy újra átdolgozza az ember. És most mind ezek a fajták jönnek elő, hogy hát na most ezeket kéne megtartani. Azt se szeretném, hogy ugyebár eljöttünk, és várjátok, hogy az ige megnyíljon, és akkor én meg beszélek itt a belső gondolataimról és érzéseimről. De nem tudom, hogy majd hogy éltétek meg ezt, amit hallottunk itt a délelőtt. Egyáltalán felmerült-e bennetek valami gondolat? Hogy is áll az advent nép? Hogy áll Nagyváradi B gyülekezet, mint advent nép? Tessék, Gyuri! Igen, keresztények között. Tehát nem beszélünk itt az iszlámról, meg másról, hanem a keresztények között valóban elértük azt a szintet, hogy hát az ötödik
legnagyobb keresztény egyház közösséget alkotjuk ezzel a számmal, és ebben még egy kicsivel több is, mondjuk úgy, mert hát gyermekeink, vagy akik oda tartozónak érzik magukat, azok nincsenek ebben a számban, csak csupán akik megkeresztelt tagsággal rendelkeznek. Más valaki esetleg valamit szeretne hozzászólni, vagy elmondani, hogy éltem meg ezt az időszakot? Lehet, hogy azt mondjátok, jobb lenne ezt a tisztelet után, aki akar visszamaradni és megbeszélni. Nem tudom, miért jön ez most nekem, hogy így szólítsalak meg benneteket. Nem kötelező hozzászólni. Engem kicsit megrendít ez, kicsit elszomorít, de ugyanakkor bennem van egy reménység is, hogy valami elindulhat, valami megmozdulhat. Talán kiózaníthat. Még ha lesz alkalom máskor is, és időben el tudom készíteni azt a másik két, ha ez ehhez hasonló divíziónak is a beszámolóját, majd időben megnézhetjük, hogy még újra-újra fellelkesítsenek kicsit bennünket. Nem akarok egyre sokat ebből sem. De az Uniónak van egy bizonyos terve. Mert lehet, hogy most az jönne, igaz, ez a következő kérdés, ezt is most kivetítetném, és mondhatnám nektek itt egy fél óráig, vagy egy óráig, de nem ez a lényeg, inkább csak a sűrű lényeget mondanám el. Mert ugyebár Pugyiba beszélgettünk erről, és amikor ott beszélgettünk, akkor hát felmerült az, hogy na, és akkor mit ajánlnak a vezetők? Mit ajánl az Unió, mit ajánl a konferencia, hogy hát ezen dolognak a megoldásában, hogy nálunk csak 3%, másfele meg 97%, ami a munkának a gyümölcsét illeti. És hát ott be is mutattam, lényegében ennek az a rövid tartalma, hogy csak együtt, egy ilyen címet adtak ennek az unió tervezetnek, hogy csak együtt tudunk valamit csinálni. És hát persze megvannak ott lépések, miket lehet tenni. Ehhez tartozik ugyebár már egy-két gyűlés, ami össze voltak hívva a lelkészek, össze voltak hívva a gyülekezetvezetők, szolgálattevők, ahol bemutatták ezeket. Ehhez a lépéshez tartozik ez a 40 reggel Jézussal, hogy hát ugyebár ha vele való kapcsolatot kell egyszer megújítani, és akkor tudunk előre haladni és valamit tenni. Ehhez tartoznak, amit ránk bíztak, hogy tényleg próbáljuk a gyülekezetet motiválni, próbáljuk bemutatni, mi a valós helyzet, hol állunk mi a világ missziójához képest. Ezek mind olyan lépések, amik már lényegében mozgatnak bennünket, és próbálnak egy irányba elbillenteni. Tessék? Igen, köszönöm. Községben. Persze, hogy is említem, hogy mindegyik.
Igen. Igen, tehát valóban, köszönöm szépen, tehát valóban, ha Európa szintet nézzük, akkor tényleg, ahogy az atyafi mondta, tehát Románia egy előkelőbb létszámmal rendelkezik, és mondjuk úgy, ami az olaszországi, ami a spanyolországi, ami a német, vagy pedig más országokban való adventizmusnak az előremozdítására volt, az a Romániából kivándorolt testvéreknek köszönhetően indult meg, mozdult meg ott a munka. Hát ez valóban így van, de ez még nem mentesít bennünket. Nem mentesít bennünket, nem mentesíti a helyi gyülekezeteket, és a többi, mondjuk, hogy romániai szinten való gyülekezeteket, mert ezzel az emigrációval együttesen, valamikor voltunk 70 ezeren, és most már ha sokan ki is vándoroltak, és mostan alig 50-60 ezerről beszélünk már Románia szinten, de csak csökken a létszám. Tehát évente, visszamehetném most a saját statisztikánkban, hogy egyre kevesebb és kevesebb kerességgel rendelkezünk. Tessék! Köszönöm szépen. Nevelés.
Igen, ez valóban így van. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy ez a lelkészekre vonatkozik, hogy adjál munkát a gyülekezetnek, hogy dolgozzon, legyen éppen elfoglalva, mert hogyha nem adsz munkát, akkor majd ad a gyülekezet neked munkát, és akkor lesz mivel foglalkozzál. Tehát valami ilyesmit értek abból, amit az előbb is elhangzott, hogy tényleg a munkálkodás, az aktiválás ilyen vagy olyan, vagy amolyan szinten, tehát ez segít. Ez segít, de ehhez valóban kell, lehet egy-két-három ember, vagy még több is, aki mondjuk valamit beindít, elindul egy lelkesedés, valamit tesznek, és akkor talán hívják a többieket, vagy ha nem hívják, vagy ha hívják is lehet, nem jönnek egyből, de lássák a munkálkodást, lássák a fejlődést, lássák az aktivitást, lássák azt, hogy hát a Jóisten ott van, és ez egy áldott légkör, bármilyen téren lehet ezt megvalósítani. Ha időseknél segítesz, ha csak látogatsz, ha csak... nagyon sokrétű ez, hogy hol találod meg az örömövet az Istennek való szolgálatban, az Istennek való együttmunkálkodásban. Sokfele meg lehet találni. Jóisten sok fele vár bennünket, hogy aktívabbak legyünk. És akkor lehet mások is csatlakoznak ahhoz, hát én is szeretnék. Valahol valami el kell induljon, és Jóisten segítsen meg, hogy ha ez elindul, akkor biztos, hogy lesz változás, és akkor alakulnak a dolgok. Engedjetek meg, hogy mégis az ige vonalán is maradjunk, nem biztos, hogyha nem azon a vonalon volnánk, de ne csak egy ilyen beszélgetésé váljon, hanem itt, amit hallottunk a délelőtt, meg amit most is itt jelenések 14. fejezetében, hogy ezt az üzenetet hirdetni nekünk, kell hirdetni a hármas angyali üzenetet. Tehát nagyon sok végidei prédikáció hangzott már el ezzel a bizonyos ige gondolattal kapcsolatosan. És ez kell tovább hangzodjon, igaz? Egyre hangosabban, erősebben, de kell legyen valami alap. Valami alap, ami valóban arra készteti az embert, hogy teljes erővel tudja hirdetni ezt, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És ezt az alapot nekünk meg kell teremteni. Mindenki meg kell teremtse, és valami háttere kell legyen annak, hogy ne hallgassunk erről az üzenetről, hanem hogy beszéljünk erről az üzenetről. És nem csak a mi szavaink által, hanem a mi életvitelünk által beszéljünk. Három igét szeretnék felolvasni nektek. Az egyik, ami mondjuk úgy, mint alapként szolgálhat, a Máté Evangélium a 26. fejezetében. Máté Evangélium a 26. fejezetében a 41. vers, nagyon jól ismeritek. Mondja, vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát mi volna esetleg az első alap, amire nekünk helyezni kéne a mi életünket? Az ima. Ez kéne legyen az első dolog, hisz maga Jézus Krisztus hívja fel erre a figyelmünket. Vigyázz, és imádkozz. És itt megint nem mondunk újat, igaz? Nem mondunk újat, hanem ez a kis könyvecske is, igaz? Ez is ebbe akar besegítni. És nagyon örültem Áron is, amilyen nyíltan, őszintén elmondta az ő vívódását, hogy hát, és hiszem, hogy nagyon sokan vannak még ezzel így, hogy nem is olyan könnyű ez. Mert hát van egy ellenség. Van egy ellenség, aki tudja, hogy aki kitart egy ilyen komoly ige tanulmányban, és pont azt tanulmányozza, hogy is kell a Jóistennel állandóan szoros kapcsolatra, tapasztalatokra eljutni, akkor nagy valószínűséggel, aki végig tanulmányozza komolyan ezt a könyvet, akkor hát egész komoly változások fognak történni az életében. Azt komolyan fog kezdeni imádkozni, az megtanul valóban imádkozni. És az az ember, amelyik komolyan ima által tartja Jóistennel a kapcsolatot, ottan
milyen esélye van a sátánnak, igaz? És azért minden áron meg akarja akadályozni ezt a bizonyos dolgot. És valóban, Jóisten segítse meg bennünket, hogyha lehet, hogy még nem vettük elő, lehet, hogy még nem volt kellő buzgalom bennünk, vagy csak úgy belelapoztunk egy kicsit, de valóban ezt úgy érdemes. Úgy érdemes hozzáfogni és ezt tanulmányozni, hogy szinte megrágjuk azokat a gondolatokat. Lehet ijesztő, hogyha 3,5 oldal, vagy 2,5 oldal, vagy 3 oldalok azok, amiket ott át kell olvasni, de valóban én is úgy vagyok fel, hogy olvasom, aztán kezdem előről, vagy pedig most már kezdtem aláhúzni őket, és kivenni a fő gondolatokat belőle, és tényleg sok minden ismétlődik, de így bele kell ívódjon ez a bizonyos dolog, és erre időt kell szánni. Úgy kell ezt venni, mint egy tankönyv, hogy megtanulni, hogy kell Istennel járni. Hogy kell Istennel járni? Igaz, itt van a Biblia is, tehát nem volna szükség erre a segédanyagra, de nekünk kellenek ilyen mankók. Kellenek, mert hát olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, hogy a Jelenések 3. fejezete is igaz, nyomorultak, nyavajások, ha bár mi nem gondoljuk, hogy nekünk kellenek ilyenek, de kellenek. És aki beismeri, hogy igenis nekem szükség van egy ilyen segítségre, és komolyan rá akar támaszkodni erre a mankóra, úgymond, akkor a Jóisten tud segíteni abban, hogy majd megváltozon az embernek az élete. De ez hova akar vezetni? Amire Jézus is mondja, vigyázz és imádkozz. Ez az elsődleges dolog. Akkor a János evangéliumban hadd hívjam fel a figyelmet, egy másik dolgot is említ itt, ami megint alapszükséglet abban, hogy tényleg az ember ne hallgasson, hanem beszélje a hármas angyali üzenetet. János evangélium a 6. fejezetében a 63. vers azt mondja, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Lélek és élet. Lényegében az Isten ígéje való táplálkozás, amire megint fel volt hívva a figyelmünk. És erre megint majd külön az egyik, nem tudom, a második, harmadik, nem tudom melyik napon, abban a kis reggeli dicséretes könyvben is egy-két szöveg nagyon komolyan utalta arra is, majd lehet abból megosztok majd bizonyos gondolatokat veletek jobban kibővítve, hogy valahol tényleg itt lehet a probléma. Itt lehet. Egyik probléma. Ezért ez a másik alap. Mert ha bár arról vagyunk híresek, úgy a keresztény közösségeken belül, hogy hát az advent nép az az ige népe. Igen, mert az igére alapoz, mindent igyekszik, ahogy a Jóisten mondta, aképpen átültetni az életbe, és hát ismerik az írásokat, igaz? Ismerik az írásokat. Lehet, hogy így volt, és valamilyen szinten úgymond, ami a hit alapelveket, ami a tanításokat illeti, az most is így van, mert az igére vannak alapozva ezek a dolgok. De viszont az én saját életemben játszik-e még olyan szerepet az ige? Vagy csak ott van a hit alapelvekbe, ott van az elvekbe, az én mindennapi küzdelmembe játszik-e olyan szerepet az ige, ami nekem lélek és élet? Igaz? És itten már sajnos sokunknál sántítás van. Itt már olyan dolog van, amiben kell segíteni, kell javítani. Igaz? Imádkozás. És az ige valóban lélek és élet legyen az én számomra. És ott van a 3. gondolat a János 15. fejezetében. Az 5. vers így mondja. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne. Azt terem sok gyümölcs, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhet. Megint egy dolog, egy alap, amire nagyon nagy szükség van, hogy ne csak ne hallgassuk, hanem beszéljük el a három angyal üzenetét.
Tehát az Istennel való közösség. Amit már ápolok, mind keresztül, imádságon keresztül, már ápolok ige tanulmányozáson keresztül, igaz? És az Istennel való közösség által, a Szentlélek közösség által gyümölcstermő élete juthatok el. És lehet, hogy ebben ez a három szűk dolog, hogyha ez megvolna, vagy erre nagyobb hangsúlyt fektetnénk, akkor tényleg történne az életünkben változás. Ima, ige, és engedni, hogy a lélek vezessen az Istennel ezáltal kapcsolatban lenni. A testvérek arra szólítanak fel bennünket, hogy annak azt a gondolatot is fejezzem be, hogy hát ebben az együttmunkálkodásban lényegében arra bátorítanak, hogy alakítsunk otthoni gyülekezeteket, ami megint nem új. Volt már ilyen, hogy kis csoportos misszió, igaz? Egyesek mondják, hát valahol mennek, valahol nem mennek. Jelenleg az Önnek ez egészen leszűkítve, ez egyfajta bátorítása, hogy ezen a téli időszakban próbáljunk, most nem azt mondták, hogy mindenki, Azt mondták, elsősorban a lelkész mutasson példát. Lelkész alakítson egy csoportot, akiknek 4, 5, 6, attól függ, 7, 8, 10 alkalommal az ő otthonában házi evangelizációt tart. Hogy ezáltal bátorítsa a tagokat, hogy nem csak mi mondjuk, hogy csináljátok, hanem mi is csináljuk veletek együtt. És ezen kívül gyülekezetenként attól függ mekkora a gyülekezet, legalább 3, 4, 5, annál több még jobb személy még felvállalná ezt a dolgot, hogy nézd meg az én kis otthonomban, vagy ha nem az otthonomban, akkor egy kis helyen, vagy mit tudom én. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én tartok, de nem az én körzetemben. Mások azt mondja, na jó, gyertek nálam. Én meg összehívom az embereket. Tehát össze lehet dolgozni. Egyik adja a lakást, másik jön és megtartja az előadást. Erre bátorítanak bennünket, hogy jobban próbáljunk aktívan ilyenfajta missziómunkát is végezni. Persze, ahol lehet, ott lehet evangelizáció, lehet minden, ami eddig volt, de vagy erre esetleg több hangsúlyt fektetni. És aki esetleg gondolja azt, és ezt többször el fogom még mondani a gyülekezetnek, egy délelőtti alkalommal is, lehet van, aki felajánlja az otthonát, felajánlja azt, hogy én megpróbálok embereket elhívni, hogy... Mit is akartam tovább? Tehát, hogy igen, többször el fogom mondani a gyülekezetnek, hogyha lehet, akkor ezt az irányzatot is próbáljuk meg. Mert lehet, a Jóisten így is megmozdíthat embereket, elérhetünk embereket. Nem azt mondtam, már is jelentkezzetek. Nem azt mondtam, de gondolkozzatok el ezen. Igen, a gondolat, ami megszakadt nekem. Tehát akik viszont vállalják azt, hogy hát egy ilyet én szeretnék megtartani, én, ha nem is nálam, de valakinél. Összejönnek egy 4-en, 5-en, 6-an emberek, és ott tartok egy pár alkalmat, bibliakört mondjuk úgy, bibliáról beszélgetést, egy témát levezetek, vagy prédikálok mondjuk úgy. Ezeknek külön szeretnénk csak ezekkel egy kis felkészítőt tartani, tehát akkor hogy is kell ezt végezni, mit is kell, hogy az ember mondjuk úgy képben legyen, és segítsük ezt a munkát. Ne csak úgy, na, menjetek, csináltak, hogy tudjátok, hanem segítsünk ebben. Tehát aki gondolkozik, ezt is vegye számításba, hogy akkor kicsit összeülünk, és megerősödjünk ebben a munkában, és hiszem, hogy a Jóisten megsegít. A Nagy Küzdelem című könyv így mondja egy helyen. Sátán jól tudja, akik elhanyagolják az imádságot, azok képtelenek támadásait kivédeni. Ezért megtesz mindent, hogy figyelmüket lekösse. Igaz? Tehát az első alap az imádság, ezt nem lehet kikerülni. Mindent megtesz, hogy a figyelmet lekösse. És akkor már mondjuk úgy a többinél nyert ügye van.
akkor már az igéhez se nagyon nyúl az ember. Akkor már gondolok én a Krisztussal való közösségre. És ez a három dolog úgy összetéve mondhatjuk azt, hogy alkossa azt, hogy az ember Istennel jár. Noéról szerettem volna nektek prédikálni, de most már nem prédikálok, csak a bevezető gondolatokból említettem itt néhány dolgot, mert ő Istennel járt. És ez nem azért volt, mert netán ezzel a képességgel született, vagy ezt örökölt a szüleitől. Biztos, hogy a neveltetés is nagyon fontos, főleg, hogy itt is szóba jött, de viszont az imádság, az ige, a Krisztus lelkének a vezetésének a vágya, hogy ezt szeretnénk, ezek mind-mind ő saját maga építette ki az Istennel való járásnak a tapasztalatát. És így olvastuk aztán majd róla, hogy hát tökéletes, igaz ember lett. Mindannyian eljuthatunk erre a szintre. Mindenki eljuthat a tökéletességre. És persze nem a mi erőnk által, Jézus Krisztus tud ebben segíteni bennünket. Kedves testvérek, örülök, hogy egy kicsit ilyen családiasabb jellegű volt ez a délután. Lehet nem mindenki így képzelte, lehet nem mindenkinek volt ez az innyére. Talán máskor igyekszem, hogy valóban az ige hangzódjon. De most úgy éreztem, hogy valamilyen szinten kell tudjátok, kell érezétek, hogy azért a lelki pásztorotokban is mi zajlik, milyen gondolatok, milyen érzések vannak, hogy Jóisten megengedte, hogy mondjuk így hazakerüljek, ide kerüljek ehhez a gyülekezethez, és az embernek a vállán van a felelősség. Mikor az ember azt érzi, hogy valamikor elment külföldre, elhívott az Úr, hogy végezzel egy teológiát, mindig azzal a szinttel mentem, hogy majd egyszer hazajövök, és akkor az Úr munkájába teszünk valamit, hogy tényleg felkészüljünk arra a nagy napra. Most Jóisten úgy rendelt, hogy tényleg ez így alakult, mint ahogy azt én valamikor úgy elképzeltem. Nem ilyen minősítésben gondoltam, mert más minősítésben is lehet az Úrért tenni, hisz mindannyiótokat az Úr késztet és indít. De ha már ebben a minősítésben, akkor még nagyobb felelősség nyugszik az embernek a vállán, amit eredetileg elgondolt. És tudom, hogy én is, mint ember, saját magam sokkal többet kéne tenni. Sokkal többet kéne imádkozni. Csupán megint próbáltam, mert nagyon lemaradtam a látogatásokkal is, és még mindig van, vagy mondjuk úgy, vagy legalább 40 ember, ahova még nem jutottam el. És most kicsit úgy próbáltam a gázpedálra lépni, hogy hát nem múljon már ez az év úgy, hogy hát azért nem fejeztem be, amit már rég be kellett volna fejezni. És amikor az ember sűrűbben megy, és emberekkel találkozik, akkor érzem, hogy hát erre is nagy szükség van. Erre is nagy szükség van, hogy meglássad, hogy mi van az embereknek a lelkében. Valamikor nem sikerül túl mély bibliai témákat a látogatásokkor feszegetni, mert van, aki más lelki szinten van, igaz, de van, akinek vannak problémái, vannak nehézségei. Küszködünk a mindennapi élettel, küszködünk a mi bűneinkkel, és szükség van erre a kapcsolatra, mint lelkipásztor és tagok között, amin keresztül az ember aztán jobban tud majd szolgálni a ti számotokra. Jobban fel tudja ismerni a nehézségeket, a hiányosságokat, a problémákat. Talán jobban megértitek azokat a gondolatokat, ige szakaszokat, amiket én aztán majd az Isten lelke által, hisz azt mondjátok sokan, és köszönöm, hogy imádkoztok azért, hogy mindig az kerüljön mondjuk úgy az asztalra, ige kenyereként, ami valóban szükség a ti számotokra, szüksége van sokaknak a gyülekezetben, és köszönöm, hogy ilyen formában vagytok irántam. De mindezek hátterében közösen kell valamit tenni, igaz? Ezekkel együttesen, és én hiszem, hogy a Jóisten fog hozni egy változást. Hiszem, hogyha többen a térdeinkre hullunk, és többet fogunk imádkozni,
akkor azok a problémák, gondok, nehézségek, bűnök, talán kétszínű életvitel, vagy igaz, Jóistennel is, mással is foglalkozunk, és ebben szinte mindenki benne van, tehát nem lehet kivételt tenni. Nagyon, nagyon nehéz, igaz, sikamlós ez az élet, de hogyha komolyabban veszük az imádságot, komolyabban veszük a Jóistenhez való ragaszkodást, komolyabban veszük az ígét, akkor hiszem, hogy a Jóisten nagyobb mértékben, látható módon itt lesz közöttünk. És ennek az eredménye meg lesz. Ennek az eredménye meg lesz. Én látom azt, hogy csak adtam egy-két telefont a héten, valakikkel beszélgettem, és már olyanok jelentek meg a gyülekezetbe, akikkel addig régóta vagy ritkán találkoztunk. És tehát az Isten ott van, csak arra vár, hogy mi is lépjünk valamit. Én is tegyek valamit. És akkor, ha többet teszünk, akkor több eredmény lesz. Én hiszem, őszintén mondom azt, hogy hiszem azt, hogy nagyon sok ember van ebben a váradi városban, akik arra várnak, hogy mi egy kicsit másképp éljük meg, amit hiszünk. És akkor szinte nem is kéne semmi más tenni. Csak az, hogy imádkozni és változni. És akkor nézzétek meg, hogy úgy fognak sorba bejönni ezen az ajtón. Mert érzik azt, hogy az igéből kapnak valamit. Érzik azt, hogy itt van az Istennek a jelenléte. És nem mi kell elvégezzük ezt a munkát. Mi végezzük a mi saját részünket. Hanem a Jóisten szent lelke tud bárkit, régieket, akik nem voltak itt, hogy visszahozza, és újakat, akik még nem voltak itt, de valami úton, módon Jóisten lelke munkálkodás által felismerték, hogy Isten mellett van a helyük. És ameddig még van adventizmus, még van gyülekezet, még van hova gyűlni, mert lesz egy idő után, mert nem fog lehetni igaz gyűlni, akkor addig ez az a hely, vagy ezek a gyülekezetek azok a helyek, ahol fel kell keresni a Jóistent, és kell csatlakozni a néphez, hogy együttesen hirdessük még hangosabban, és minél többen vagyunk egyre hangosabban, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Köszönöm testvérek, hogy meghallgattatok, hogy ilyen kis bensőséges délutánunk lehetett. Még egyszer elnézést kérek azoktól, akik esetleg mást vártak, de köszönöm, hogy még én is elmondhatom azt, hogy mik zajlanak bennem, és mik bántanak, és közösen keressünk megoldást ezekre. Jóisten legyen velünk. Amen.
Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk végére énekeljük együtt énekes könyvünk 243-as számú énekét. 243. Amíg az orgonista az ének dallamát játssz, összegyűjtsi délutáni adományunkat. Thank you.
Köszönjük Istenünk, hogy Te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által ezt a szereteted bemutattad a mi számunkra. Köszönjük, hogy szereteted által Te barátunká leszel, barátként kezelsz bennünket. De köszönjük Istenünk, hogy ezt úgy tapasztalassuk meg, hogy minden gondunkat elveszed. Mindent ráadhatunk. Köszönjük, jó Atyánk, hogy Te így kezelsz bennünket. Kérünk Istenünk, segítsél meg, hogy értékeljük ezt a barátságot, értékeljük azt a munkát, amit Te végzesz Jézus Krisztuson keresztül a bűnös emberért. Köszönjük, hogy a halálból az életre akarsz vezetni bennünket. Olyan Atyánk, kérünk, hogy bocsáss meg, hogyha nem értékeltük eléggé ezt eddig. Szükség van arra, hogy Te továbbra is ébrezgessél bennünket. Segíts, hogy ameddig van idő, még van kegyelem a mi számunkra, addig építsük újra veled való kapcsolatunkat. Segíts, hogy az ima életre nagyon nagy hangsúlyt fektethetnénk, és így kérjük a Te vezetésedet. Segíts, hogy az íge is mennyüljön a mi számunkra, időt szálljunk erre, hogy azon keresztül Te szóljál hozzánk, és így a veled való szoros kapcsolatunk megerősödhessen, és a Te lelked vezethessen bennünket. Ezért kérünk Istenünk, ezen új héten is Te vezess bennünket a Te lelked által, Te jár előttünk, és amikor nehézségeink vannak, mindig tapasztaljuk meg azt, hogy Te ott vagy velünk, ne esünk kétségbe, hisz nem egyedül vagyunk, veled járunk. Ezt segíts meg, hogy megtapasztalassuk ezen új héten keresztül is, Jézus nevében kértünk. Amen. Thank you.
A szombatnapnak vége van, a nap elnyugodott, az Úr áldjon meg bennünket a jövő napjaiban is, hogy még újból tudjunk találkozni egymással és Istennel is. Az ő kegyelméből. Amen. Elfelejtettük mondani, hogy közben megtudtuk, hogy a Kós Erzsébet testvérnek a temetése az kedden 2 órától lesz, tehát 14 órától. A városi kápolnában. Akik tudjuk és időt tudunk szakítani erre az alkalomra, akkor minél többen jelenjünk meg, hogy úgy énekekkel és ami oda szükséges, el tudjuk végezni a szolgálatot. Tehát kedden 2 órai kezdettel. Köszönöm szépen!